היום אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם. Jó reggelt mindenkinek, mondja Amit. A Kabbala Tantár című könyvbe fogunk olvasni, a cikk a Kabbala Tantár tanítása és lényege, mondják az oldalszámot, Ari Kabbalája, ez az alcím, tehát Kabbala Tantár című könyv, mondják még egyszer a címet, kérdéseket küldjön a Kabbala TV-n keresztül, a következő kérdések ki lesznek sugározva a lecke során, a Kabbala tanítása és lényege, Ari Kabbalája. Az elfelejtett bölcsesség, mivel a Zohár el lett rejtve, ezért ennek a fontos nyelvezete el lett felejtve, hiszen egyre kevesebb ember használta. És egy generáció, aki megjelent az első generáció, aki többé nem értett semmit ebből, és ez volt a legmagasabb veszteség, ami érhette az emberiséget. És láthatjuk, hogy Moshe Rabbeinu Leon, aki az utolsó volt, aki birtokolt az nyelvezetet ebben a világban, még ő sem értette azt, hogy pontosan mi volt leírva oda. És ez azért volt így, mert ezekben a könyvekben, ahol meg a Zohár könyvéből mutattak be részleteket, világosan látható volt, hogy a szerzők nem értettek egy szót sem, hanem a Biblia nyelvi alapján próbálták megmagyarázni, mert összezavarodtak a nyelvben, hiszen akik a könyvet írták, azok maguk elérésben is voltak. Ezért generáció alapján minden kabbalista, aki az egész életét a Zohár nyelvezetének megértésének szentelte, de mégsem talált semmit, amely a Biblia nyelvével megértetette volna vele a Zohár nyelvezetét, és ebből kifolyólag ez a könyv el volt rejtve előlük, és még Rabbi Moshe de Leon számára is ez volt. Mit értünk meg ebből, mondja Rab? Először is meg kell értenünk, hogy semmit nem tudunk egy világos módon megszerezni a tanároktól, akik kabalát tanítottak, bármit is teszünk, amit megértünk, amit felfogunk, amit nem. Tehát nyilvánvalóan látni kell, hogy ez nem magától megy be az emberbe, hanem látnunk kell, hogy a kabalisták láncolatán keresztül jelent meg egy ilyen elfogadás. Ehhez tudunk mi kapcsolódni, ez az, hogy ez ebben a világban működik. És amikor meg is próbáljuk ezen a módon megragadni ezt, a kabbalisták teljes elérését, és megpróbáljuk megérteni, amit ők leírtak, hogy mi is történik igazán, akkor rájövünk, hogy nem tudjuk megtenni ezt elérés nélkül, és hogy meg tudjuk ragadni a kabala bölcsességét a maga teljességében, az értenünk kell, mit jelent az adakozás, és generáció generációra ezek a kabalisták számára mit jelent ez. Tehát most, hogy hol is vagyunk mi pontosan most, nem tudjuk, hogy volt, nem tudjuk, hogy mi jelent meg, hogy kell összehasonlítani egyiket a másikkal, tehát egyik kabalistát a másikkal, tehát nekünk el kell fogadni, hogy mi hogyan működött, és látnunk kell, hogy ők, amit leírtak, az a számunkra nem lehet túlságosan világos, hogyha nem értjük azt a forrást, amire hivatkoznak. Tehát még a legnagyobbak is, erre is kijelenthető, hogy csak azzal a keretmunkával lehet elérésbe jutni, amelyet a kabbalisták leírtak, az előző kabbalistákra hivatkozva, és ilyen módon így kell föntartani a kapcsolatot a nyelvezettel, az általános bölcsességgel, annak érdekében megértsük, hogy ezt nem is birtokoljuk egész addig, ami majd illés meg nem jön. Elijah, ugye Eliahu. Bálán Szolám írja a Samátiban, a 105-ös Samátiban. A cikk címe... Ugye, hogy egy csalódott fiú jobb, mint a szentség papja. És ilyen módon csak egy bölcs követő tudja segíteni azt, aki a bukás felé halad, senki más, azért, mert egész addig, amíg ez nem érdemli ki, hogy a teremtőtől tanuljon közvetlen az ember, addig hétköznap embernek számít, és nem bölcs követőnek, és a bölcs követő megjelenésével
lehet egyetérteni mindazzal, amit a bölcs követő ad az embernek, értelme feletti hitben. Tehát ez azt jelenti, mondja Rav, hogy az embernek bölcs tanulóvá kell válni, és nyilván a bölcs tanítvány az a bölcs tanítón keresztül válik azzá. Kérdések? Cvika? אז הרבה משל לדליון היה מקובל? מקובל גדול. Tehát akkor Moshe de Leon az kabalista volt? Hatalmas kabalista volt, mondja. Na de ha minden az elérés, akkor hogyan jelte meg ez a zavaró dolog, amit itt leír? Történt, nem kell vele törődnöd, a felső erő így rendezte el, mondja. Ő nem értett a kabal bölcsességét, annak teljességében megzavarodott bizonyos kérdésekben, főleg a Zohár magyarázataiban, valóban megjelentek a saját magyarázatai a Biblia nyelvezete alapján, és engem kérdeztek, mondja Rav, amivel le volt írva, körül úgy működött, hogy nem ér belőle semmit, de átadta, amit tanult. Oké, mondja Cika. Tehát amikor ismétek, tehát Rabos is hivatkozott erre, de mit jelent az, hogy majd illés eljövetekor válik ez teljesen értetővé? Ez azt jelenti, hogy minden probléma, minden nehézség ellenére és kifogására. De ki az az illés? Ki az illés? Illés a feltárulás. A Zohár könyvében megtaláltad, mit jelent illés. Ugye ő Ari illéstől kapta ugye, az írások szerint a feltárulás. Ez egy különleges feltárulási erő, amelyet ezt az állapotot nevezzük illésnek. Oké, na de itt vannak bizonyos emberek, akik ezen a módon vagy ezen a módon fölfogtak dolgokat. Rav, hol generációban? Mire gondolsz? Természetesen mindig voltak különleges emberek minden generációban. Mivel végső soron? Tehát én olvasom, hogy egy csomó, ha megnézed a fizika történetét, hány fizikus össze-vissza támadták egymás szintjét, össze-vissza megkérdezték. Ez azt jelentette, tehát ugye ha fizikában történt ez, tehát nem minden bölcsességet tudunk ilyen módon megragadni, de nekünk a dolgokat össze kell raknunk, és akkor csak töredéket rakunk össze a generáció generációra, ha megpróbáljuk ezt a dolgokat összerakni. Szikrákat, amelyek megmaradtak töredékek a generációkban. Ezek a természet ismeretének a töredékei, és akkor ebből mégiscsak egy kép alakul ki, amely egy csomó kép darab hiányozni fog, és mégis mi magunk tudjuk ezt kikerekíteni, mindenki a saját erejének megfelelően. Nyilvánvalóan van, akinek van ehhez érve, van, akinek nincs, van, aki könnyebben ad el, van, akinek nincs, de ennek eredményeképpen ezek a hiányzó töredékek megjelentnek bennünk, de mit kell akkor tennünk? Mindenek előtt a kabala bölcseletében, ugye ez a természetnek a bölcsessége, valóban a természetnek a bölcsessége, minden egyes módon le van ez írva, amit elérünk, azt elértük, amit nem. Tehát nekünk van egy abszolút istenség, ki az, aki ezt eléri, ezt a szintet? Nagyon kevesen, hogy egyáltalán elérte valaki. Nyilván, de valaki részben érje, valaki törött módon, nem a maga teljességében, mivel minden mindenkitől függ, tehát nem értjük még pontosan ezt a dolgot, hogy mit jelent a teljesség a összevén kapcsolva. Nyilván a legkisebb részt sem értjük pontosan, tehát hogy valóban nekem meg kell ismernem a teljes teremtést, ez nem egy egyszerű dolog, ezért... tudnunk kell, hogy mi történik, tehát, hogy mit és hogyan tudunk elérni. Tehát nekem el kell élni, amit nekem kell élni, az egyszerűen nem adható át másnak. Oké, na de itt van egy kérdés, hogy ketten fogadottak most a fülemre. Tehát nyilvánvalóan, hogy a korrekciót egy inkarnációban nem tudja befejezni, akkor jön a következő inkaráció. Természetesen megtörténik ez, természetesen, ez nem kérdés, mondja.
Én nem tudom, hogy mit nevezel te inkarnációnak. Az, amikor újra megjelenik benned a mester, nem? Aki felfedezi a teremtőt, nyilván itt van egy munka, ami az adakozásra irányul. Tehát lehet az, hogy valaki akkor nem fejezi be a fejlődőt. Nem, hát mindenki be fogja fejezni a teljeset. Oké, na de hogy ugyanakkor. Mit jelent ez? Ez nem kapcsolódik a térhez és az időhöz. Akkor mihez kapcsolódik? A szintek láncolatához. Az nem a mi életünkkel van kapcsolatban. Ezek a szintek teljesen önállóan nyilvánulnak meg. Tehát az, hogy jöttek kabalisták, mentek kabalisták, és korrigálták magukat kabalisták, ez a láncolatnak felel meg. A tér és az idő ennek alá van rendelve. Tehát nyilván a teremtő azt adja meg ennek a világnak, amire szüksége van a korrekcióhoz. És az ember nem feltétlenül abban nyilvánul meg, amit ti látok. Talán itt egy kicsi részeket korrigáltok magatokban. Az emberi történelem azt jelenti, a spirituális történelemről van itt szó. Amilyen mértékben az emberiség ebbe az irányba halad előre, jönnek újak, és láthatjuk, hogy összes kabbalista hozzáad, és ebben a világban ez ugyanezt történik, és legfőképpen a korrekció a spirituális. Ez szerint a korrekciót. Mit gondoltok, hogy minden kabbalista ebben a világban él, és amit tettek az lesz, hogy írtak néhány könyvet, aztán meghaltak, aztán jött egy másik új könyvet, és akkor néhány tanulójuk volt, gondoljátok, hogy ezt tették csak. Hát ebben a világban valóban ilyen, mintha így nyilvánulna meg, de ez valójában a felső gondviselésnek az ereje, mert a valódi korrekció, amit ők csináltak, az a teljes fának a korrekciában nyilván meg, ami az Einsoffig vezet. És ők mindig hozzáadtak a szintek láncolatának a megértéséhez, és ilyen módon a teljes pitás valóság föltárult, ez volt az ő munkájuk. Oké, na de a jelentése annak, hogy... Tehát van a 125 szint, ugye? Ez azt jelenti, hogy... Tehát vannak végtelen állapotok, amelyek szinte elérhetetlenek a mi számunkra, tehát akkor miért pont 125 szint jelenik meg, és miért? Azért, mert mindenkinek kell a Naranhány és a Kábzón, ez mindenkivel benne van. Ugye ez a törés ellenére közös bennetek, és illetően az Einsoffot. Nézd, ezek üres mondatok. Nem, hát a teljes teremtés mondja rá, amit a teremtő létrehozott, annak érdekében hozott létre, hogy adakozásban menjen, hogy formányozásba kell eljön a teremtővel. Oké, tehát akkor itt a kérdésem, mit jelent az, hogy teljes mértékben? Tehát mondjuk... Most de Leon, aki égezett egy korrekciót, röviden. Tehát minden kabalistának a teljes korrekciót a saját életciklusába bekezdett. Nem tudom, mit jelent ez a számodra, az inkarnáció magyarabb még egyszer. Meg mi az életcél? Az inkarnáció egy esimót jelent, amely leereszkedik rám, és... Tehát újabb inkarnáció, az inkarnáció, az az alkalmazása a pillanatnyi resimónak, a megvalósítása. Mit kell tenni ugye ebben az életben, és az a spirituális szintem. Tehát egyik szint bele van fogadva a másikba, több ezer... Tehát nagyon sok inkarnáció történik, meg állapotok. Jön a resimó, és aztán egy csomó dolgot el tudom. Tehát nekem látnom kell, mi hogyan működik, ezt nevezzük inkarnációnak. De ez nagyon nehéz nekem, tehát... Tehát nagyon sokan kérdezik ezt. Tehát nyilvánvalóan, tehát a resümó az a kabbalistáké, vagy mindenkiben ugyanaz jelenik meg. Minden egyes pillanatban, mondja Ralf, az infarcké részecské áramlik át rajtunk, annak érdekében, hogy feltárja a vágyat, és a vágy az valamire irányuljon. És ez azt is jelenti, hogy a vágy dönti el. Tehát én implementálom a vágyat, hogy mit kell tennem ezzel. Ezt nevezzük úgy, hogyha én ezt megfelelően alkalmazom,
akkor ebben az életemben ez teljes azon után, ez viszonylag egyszerű. Tehát ugye most szándékokról beszélünk, meg inkarnációkról, de ugye Balaszolom sok helyen ír erről, ezt így kell érzékelni. Gyorsan. Ön azt mondta a lecke első részében, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy egy példát tudjunk megragadni, és példát adjunk. Tehát, ahogy a Rava tanítványának egy példát, nem én írtam le, én csak... Igen, de ön azt mondta, ő mondta, hogyha egy... Tehát semmi más nem tudott kapni a raviától egy tanítvány, hanem csak a láncolathoz való kapcsolódást. Oké. Tehát akkor mi munkánk ezt valami megérteni. Tehát nekünk el kell érnünk azt, amit ön mondott. Nekünk egy példát kell tudnunk felmutatni az embereknek. Tehát mindenek előtt mi tanuljuk ezt a bölcsességet. Van ez a módszer, és akkor ezt ki kell kommunikálnunk. Tehát hogyan... Történt mindez meg, tehát mi, hogy történt ez meg, így van, tehát ti most a világok korrekciáról beszéltek, azaz, arról, hogy elkezdtek a kabbala bölcsességét implementálni, nem egy kis keretmunkával, hanem, amit a kabbalisták adtak meg, hanem a tanár köré csoportosultok, és ez azt is jelentette, hogy azok, akik nincsen szívelő pontjuk, és nem érzékelik ezen a módon, ugye ez egy egoista módon történik, ez így van. És hogyan történik ez a felemelkedés a korrekció végén, hogy valóban mit tudunk átadni a tanítványoknak a szívvel lévő pontnak, tehát mi az, amit tőlem tanultok igazából? Tehát nyilván a külső ponton látni kell, hogy hogyan tudunk, milyen mértékben tudjuk a kapcsolatot mérni egymás között, és az resumónak megfelelően fölé kell emelkedni. Egész addig, amíg a teremtő mindenkivel össze nem kapcsolódik, és az ember nem volt képes felemelkedni a teremtőhöz. Oké, de mi van ebből a folyamattal magával? Tehát hogyan érjük el a szívelő pontot? Tehát nektek mind a két irányba el kell indulnotok, tehát mindenek előtt lényegtelen, hogy mi történik, de meg kell értenetek, hogy a kapcsolat köztetek fogja vezérelni, és meg kell, hogy értsétek, hogy nincs lehetőség Tehát abban a pillanatban, amikor ti összekapcsolódtok, akkor egy... Tehát lényegtelen az egész, tehát a lényeges dolog a kapcsolat, az elérése a szeretetnek és az adakozás erejének. Tehát nyilvánvalóan ilyen módon kell adakozni akár a terjesztés segítség és az emberiségnek, hogy hogyan tudnak mindannyian ellépni afelé, amit a kabbalisták mondanak. Milyen fajta példát lehet adni, amit az embereknek odaadjuk? A kapcsolatnak a példáját. Tehát nyilvánvalóan az elérés jelenti, tehát, hogyha tehát az, hogyha figyeld a tévét és a rádiót,
minden gyakorlatilag a körökben kéne követni, tehát az egész életet a köröknek megfelelően kell elrendezni, és a körök, ha össze vannak kapcsolódva, mint a fogaskerekek, egyre jobban és jobban egész addig, amíg mindenki meg nem érte ezt az egyetlen hatalmas összevolt formát, erre kell megtanítani őket. Ez, ami történik a világban, és mindenkinek akarni kell ezt, nem lesz más választás. Tehát a bölcsesség átadása napjainkban, tehát hogyan lehet ezt a bölcsesség átadását egyáltalán megélni? Én nem gondolom, hogy a bölcsességet így át lehet adni. Nyilván ez a nyelvezettől is függ. Tehát, hogy tehát ez a fajta új erő, ami illés eljövetelét jelzi majd. Tehát nekünk a generáció, de mi az, ami előttünk áll? Minden bölcseink és a kabalisták erről írtak, az összes bölcsünk és a kabalisták. Tehát nem tudjuk pontosan mondani, hogy mi történik, de nincs más lehetőségünk, mint az, hogy képesek legyünk annak megfelelően működni, amit Ari és Baal Shem Tov írtak, tehát hogy valóban elmondassuk a kabala bölcsességet egy olyan nyelvezettel, amelyet tehát nyilvánvalóan az ő munkásságuk az annyira, ezért annyira fontos a számunkra, tehát Ari, Baal Shem Tov és Baal Szolami, tehát nyilvánvalóan Ari és Baal Shem Tov kabalája, az így kell, hogy elérkezzen hozzánk, és így tudjuk folytatni mindezt. Tehát nekünk valóban ezt így kell felfogni, és Ari, ami számunkra, Ari és Baal Szolami jelenti igazán a módszert. Baal Shem Tov az inkább ahhoz áll közel, ahogy Rabas írta, ahogy Rabas ír, és nekünk ezt így kell megközelíteni. Tehát nyilván meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy el tudjunk nyelni mindent, ami érkezik. Tehát, hogy hogyan kapjuk meg ezeket felülről, tehát azt a fajta kegyelmet, ami a teremtő kegyelme. Nyilván tehát mindennek ellenére egy feltétel van, ami a mi számunkra nagyon fontos. Tehát mitől függ az, hogy mit tud elnyelni valaki? Tehát nyilvánvalóan itt a csoport és a tanárnak a kapcsolata függ. Tehát nyilván én csak olyan mértékben tudok elnyelni valamit, amilyen mértékben az egón fölé tudok emelkedni. De az értelem fölött az egy nehéz dolog. Oké, mondják okat. Tehát mi a legfontosabb dolog annak érdekében, hogy növeljük a képességet, hogy alá tudjuk vetni magunkat a csoportnak és a tanárnak. Mitől függ ez? A hiány, mondja rám. Nem ér így nézel rám. A hiány. Akarjad. Nem tudok elég többet mondani. Minél jobban próbálkozol,
Minél jobban megpróbálod ezt fenntartani. Nyilvánvalóan itt a felső hit az, ami a felső hit az, ami fölemel minden számításnak. Na jó, de hogy lehet akkor ezt elérni? Tehát még egyszer. De nem tudok ezt mit mondani. Igen, ez nincs mit mondani. Tehát neked Ariszt, akkor most olvassák a cikket. Tehát Ari kabalája, eddig nem olvastunk még. És ez egész addig volt, hogy ami meg nem született egy egyedi kabalista Ari, az ő elérése minden határon túl volt, és ő feltárta a Zohár nyelvezetét a számunkra, és egy utat kövezett ki. És annyira, ha nem hal meg annyira fiatalon, még elképzelés nehéz, hogy milyen mértékű fényt vont volna ki a Zohárból. Az a kicsi dolog, amit együtt töltöttünk az ő áldásával, kikövezett egy utat a mi számunkra, és egy valódi reményt adott, hogy generációról generációra megértetjük, és felfoghatjuk a Zohár titkait. Azaz, tehát Ari írásai korrigálták ezt a problémát, ami Moshe Lionnál előfordult még, tehát átadták a bölcsességet, és Ari visszavezette az egész bölcsességet az emberiség számára. Aritól kezdve megint a tanítványtól a tanítóig, a tanítótól a tanítványig átadandó lánc alatt jól működött, és meg kell értenünk, hogy nem, hogy a teljes bölcsesség ilyen módon működött, és meg kell értenünk, hogy az adja a bölcsességet. Tehát nekünk ezt így kell elfogadnunk, egyet értenünk, és ez az, amit el kell fogadnunk a, a generációban a korrekció érdekében. És meg kell, hogy hagyjuk, hogy mi volt akkor annak, hogy az összes bölcs, aki Ari után született, minden bölcsességével egyetemben, valójában minden kommentár, amit a Zohárhoz akartak írni, egész egyszerűen értelmetlen megnézni, mert ezeknek a több kabalistáknak a többsége Ari életének a tanulmányozásnak rendelte önmagát. Azaz magyarra. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy azoknak a kabalistáknak a kommentári és Aritól függtek, tehát mindaz, amik ezeknek a könyvekben le van írva, a Zohárról, az kizárólag Ari után volt érthető, amit ők írtak, mert nekik is Ari tárta föl a kabala és a Zohár kapcsolatát beleértve, Ramak írásait is, aki egy nagyon nagy kabalista volt, aki még Ari előtt volt. Az ő könyveit se érdemes tanulmányozni Ari után, tehát amikor Ari megszületett, akkor már Ramak 70 éves volt. Ő az egyik leghíresebb, legfontosabb kabalista volt, amikor megkezdett hozzá Ari, Ari meg egy kisfiú volt. És akkor egyszer csak az történt, hogy ez a 70 éves öreg kabalista elment Arihoz tanulni. Azért, mert olyasmit látott meg Aronban, másra nem lehetett megszerezni. És Arinak van egy írása, ahol megemlíti az Ari tanítványa, hogy Ramak el is aludt a leckéken, mert nem értette azt, amiről Ari beszélt. Itt azt mondja, hogy Arit megelőzően felülről nem volt engedélye senkinek, hogy feltárja a bölcsességet, és Ari meg megkapta ezt a lehetőséget, mégpedig nem a nagyszerűsége okán, vagy a kicsinsége okán, hanem azért, mert kiérdemelte, és a kabalisták többsége csak azt érdemel, hogy megértse Arit, és ezért a kabala bölcsessége csak kicsiny lépésekben tárult fel, még Ari után is,
És amikor mi Ari olvásait olvassuk, amikor ezek feltárultak, mindazok, akik a kabalával foglalkoztak, azok felhagytak az Arit megelőző kabbalisták könyveinek a tanulmányozásával, és az egész életüket és szellemiségüket Ari írásai tanulmányozásának szentelték. Egy olyan módon, ahogy, ugye, tehát, hogy ki lehet jelenteni azt, hogy a helyes tanulás az gyakorlatilag a Zohár és Ari tanulmányozása. Tehát mindenki, aki feltárt valamit, az mind felülről tárt fel valamit, és mindegyikük gyakorlatilag annak a színnek szentelte magát, amiről beszéltünk. Tehát ugye Ravas... Tehát itt ugye volt egyszer valami nagyon öreg ember, aki még Rabasnál tanult, és már nagyon régóta nincs ebben a világban. És amikor megkérdeztem Ravast erről az emberről, ő milyen fajta elérésben van, aki azt mondta, nem is értem, hogy milyen mértékű elérés van ez az öreg ember, és mondta, hogy hogy lehet, hiszen nem látogatta semmit. Azt mondja, azért, mert elrejti magát. Tehát mindent kabbalista elrejtette magát a többi ember elől, hogy többiek ne is tudják feltárni. A kabbalának nem ez volt akkor a feladata, és ezért nehéz nekünk megfejteni az írások alapján, hogy ki milyen szintet ért el. Semmit nem értünk ezekből a dolgokból, csak is kizárólag. Az általános korrekció megérkezésével fogjuk majd, elérésével fogjuk majd ezeket a szinteket csinálni. És tudnotok kell, hogy ez nem azért van, mert ők nem hittek ezt szentségben és a bölcsek szavában. Isten mentse, hogy ezt így legyen, hanem tehát bárki, aki a saját szemével láthatja a bölcsességet, valóban láthatja, hogy ezeknek a bölcseknek az ereje a kabalában mérhetetlen magasságon volt. És csak amikor azonban látni kell, hogy a kabala bölcsessége igazából az első három nyelvezet után alakult ki, és minden egyes nyelvezet valódi és a saját helyén alkalmazható, azonban látni kell, hogy a kabala bölcsességének megértése vezet el a Zohár megértéséhez, mert ez egy teljesen másfajta nyelvezet, amely el lett felejtve, és ebből kifolyólag mi nem használjuk a helyes magyarázatokat, még Rabbi Moshe de Lion magyarázatait sem, és az ő követőit sem, ahogy az a Zohárban el lett magyarázva, és ezekben a napokban egyetlen Arinak a szavait használják, magyarázatait, Ariét. És látnunk kell, hogy a kabala bölcsességének felsősége az nem magasztosabb, mint a Talmud és a legendák nyelvezetének belsősége, az egyetlen különbség ezek között a belső magyarázat. Az összes könyv a teremtő feltárásról beszél. Tehát mindegyik a saját nyelvezetében semmi másról nem szól, mint erről. Ezért hívjuk ezeket szent könyvet, mert a szentségről szólnak, az adakozás erejéről, az adakozás minőségéről, amely feltárul a vágyunkban, azaz a mi világunkban. Ez hasonló ahhoz, amikor a bölcsesség le lesz fordítva négy nyelvre. Természetes módon ez a kabala bölcsesség a lényeg, amely nem változik egyáltalán a nyelvezetek változásával. Az egyetlen dolog, amire gondolnunk kell, hogy melyik a legkényelmesebb fordítás, hogy a kabala bölcsességét átadni a tanítványoknak. Tehát a dolog, amely előttünk áll, az, hogy a kabala igazsága és az igazság bölcsessége, az feltárja az istenséget egy olyan módon, hogy a teremtmény legyen az egy hitetlen tanítvány is akár, generáció képes legyen megérteni, és minden generációnak megvan a saját kapcsolata az előzővel,
ויחד עם זה נעשית מוכשרת להתפשטות רחבה יותר שוט, בין העמות. שוט, ezek egyre megfelelőbbé válik, a tömegek számára kifejezhető módon jelenik meg, ahogy a generációk adnak előre, és ezért minden egyes bölcsnek a következő generációhoz mindent át kellett adni, amit ő örökölt a bölcsességtől és az előző generációktól, és ő hozzáadta azt, amit ő ért el, és ilyen módon világosan látjuk, hogy a spiritás elérés az azokat az erőséget tartalmazza, ami egyébként nem lehetne átadni az egyik generáció másiknak, és ezek nem azért a könyveket, hogy a könyvek száma szaporodjon, hanem azért, mert a betűkön keresztül képzetet tud alkotni a tanítvány a spiritás világokról, és a proféták irányításával megtalálható minden egyes hasonlóság az egyik könyvből a másikba, vagy két könyv között. Tehát itt ugye elmondja nekünk, hogy felül hogyan kapott engedélyt, és egyetértünk, hogy miért. Tehát nyilván az, hogy most én mennyire értek el, nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát hogyan lehet egyetértem, hogy egyetértem azzal, amit a kamaristák mondanak. Tehát csak kérdezem, magyarok. Tehát ugye a kamaristán nem foglalkozik semmi mással, csak a rendszerrel, amin keresztül az életünk hiányát rakjuk össze, ez igaz. Sőt, ez még hétköznapi, mint az egyszer ember, tehát van a rendszer, amelyet emberek által lett kiépítve, ez egy mesterséges rendszer, amely nem kapcsolódik a természethez, és ez ellentétes a természettel, törött. Ezért nem is értünk semmit belőle, tehát nem vagyunk a rendszerben. Mi belsőleg kapcsolódunk az emberi közösséghez, tehát így épülünk ki, így kell, hogy megéljük ezt, és mindaz, amit itt megteremtettünk ebben a világban, ezt értelmetlen megfeszegetni, tehát nyilván a kabbalistáknak nem is értett erről a világról semmit. Tehát mi van bár sem tovább, ugye? Tehát, hogy milyen fajta áldást kapunk. A kabbalista se értett semmit. Nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy bizonyos játékok hogyan működnek, amit a kabbalisták bevezettek. Nyilvánvalóan egy törött módon kezdjük ezt érezni. Egész addig, amíg fölön párol ez a fajta törés, addig tudnunk, hogy mi történik. És az igazságok előket kérdezik, mit jelent ez, hogy egy valódi rendszer van, amely az emberek között ásványi és növényi módon történik meg, és itt kezdődik a kontroll. Ez az intenzitása az elérésnek, hogy megértsük a rendszert magát. Ez az emberi élet, és ez az, amit át akart adni a mi számunkra, hogy annak érdekében, hogy megértsük, hogy minden hogyan működik, hogyan van működtetve, és hogyan tudunk részt venni ebben. Tehát, hogy az egész rendszer, az egész mesterséges rendszer hogyan van kiépítve ezen a módon. Tehát van egy rendszer, amely gyakorlatilag készen áll a működésre. És a kabbalisták tehát nyilván az idő eljön, és valóban nem nagyon van más megoldás, mint az, hogy feltáruljon a számunkra, hogy hogyan kell dolgokat kiépíteni. Mert nyilvánvalóan mi nem kaptunk még engedélyt bizonyos dolgokra. És hát nyilvánvalóan meg kell hallanunk, hogy mi történik. Példaként kell felfalom mindent, tehát nyilván a kabbalistán ki kellett mennie, és el kell magyaráznunk, és kellett magyaráznunk, hogy mi történik. Oké, tehát az embernek egyet kell érni az elérése, amit felülről kap,
vagy nem kell egyet érteni, amit felülről kap. Az egész világnak egyet kell érteni. Mindenkinek. Hát meg különben még jobban csak a törött rendszert építünk. Hát lehet, hogy még egy év, aztán több ezer év eltelik így a törésben. Tehát lehet mondani, hogy ennyi, fölteszek a kezünket, és folytatjuk, ahogy tudjuk. Tehát én egy hülye vagyok, mondja az emberiség, nem értem, hogy ez a világ hogy van megszervezve, nem értek semmit belőle, és az összes rendszer, minden más, ami megnyilvánul, az úgyis törött, és akkor én feladom. Tehát én nem tudom, hogyan lehet kell magam helyesen elrendezni ebben a világban. Majd pedig mondja rab, jön egy bölcs, és azt mondja, hogy majd jön egy bölcs, azt mondja, hogy mit kell tenni. De miért bölcső? Azért, mert van a természetnek egy belső bölcsessége, amely egy nagyon érdekes jelenség sorozat mentén lép be az életünkben, ami de ez hasonló nem volt a történelemben, és nyilvánvalóan mindannyian csak az kapcsolat elvének megfelelően tudunk összekapcsolódni, és amit egy nemzedék elért a történelemben, az nem fog eltűnni soha. Tehát nyilvánvalóan ilyen módon a kapacsták is fenntartották a nyelvezeteket, különböző törvényeknek az értelmezését. Miért? Mert ezek egy belső kapcsolat jelentettek az előző generációkhoz és egymáshoz, és ennek megfelelően a természet törvényei föltárultak. Tehát, ha megnézitek, hogy mi történt, hát pontosan ez történik. Ez egy jelenség, mondja rab, egy irányultság, ami egyébként nem létezhetne. Tehát általánosságban... Nézzétek meg, hogy még a leghosszabb ideig élő, vagy a Földön uralkodó nemzetek is eltűntek. Tehát nyilvánvalóan... Tehát itt van egy csomó dolog, ami másképp működik, és ezek mindent megváltoztattak. Minden átmenetet, minden... Olyan pontot, ami 300 évvel ezelőtt még másképp kötötte össze az embereket. És tehát visszatérve ezekre a birodalmakra, mindig eltűnt. Görögök, rómaiak, mindegyik. Tehát nézzétek meg, hogy mégis, amikor az emberek kapcsolatra lépnek egymással, akkor a természet törvényeihez tudnak adoptálódni, a kölcsönös adakozáshoz, és akkor az esélyünk van arra, hogy túléljünk társadalmak halálát. Tehát, ezen túlmenően mondja rab, a legfontosabb dolog, hogy nincs más választás. Tehát amikor az ember érzi a fájdalmat, érzi, hogy nincs más megoldás, akkor ez nem kérdés. A kérdés, mi történik? A kérdés az, hogy tudok jó kapcsolatban lenni az emberekkel minden pillanatban? Hogyan kapcsolódik ez össze? Tehát az ember azt érzi, hogy orra esett szükség van még erősebb kapcsolatot, mit kell tennie? Hát, gyere el abba a gyógyszertárba, meg orvoshoz, amit Billy Baruchnak hívnak, kapcsolj a reggeli lecke operációjához, és itt meg fogod kapni a tudást, meg az erőt. És a belső gondoskodás erejét. Tehát legyen mondjuk 10 lecke, amire el kell jönni mindenkinek. Tehát mind a fizioterápiát leűz és besugárzott. Ugyanezt kell csinálni. Nem olyan bonyolult ez. Én a láncolatok közötti kapcsolatot szeretnék kérdezni, hiszen minden generációnak megvoltak ezek a kapcsolatai. A kapcsolat, ugye Bála Szalám világosan elmondta ezt. Tehát én a mi generációnkat szeretnék valamit kérdezni. Ugye nyilvánvalóan itt egy új kapcsolati link jelenik meg. Tehát igen, nyilvánvalóan, hiszen Ravos ugye bemutatta nekünk azokat az alapelveket, amiket a generációknak meg kell tartani, hogy össze tudjanak kapcsolódni. Tehát nyilvánvalóan azt is mondod, hogy a teremtő nem tere föl magát, nekem kell, hogy mi rávennem, hogy felterem magát. Oké, mondja a srác. De Ravas írásai az önmagyarázat nélkül még mindig nem mennének keresztül.
עכשיו אנחנו רואים שזה כל פעם מקובל על הסולם, אחריו רבש, זה מיגי שכפי פרק תארון, יש מיגי שכפי פרק תארון, יש מיגי שכפי פרק תארון. זה כבר צריך להיות איזה התפשטות כזאת, כן. זה מעיד על החוליות האחרונות. Tehát nyilvánvalóan minden kamaristának az esetében ezt láthatok, a következő generáció mindig egy tanár, aki elmagyarázza az előző generáció tanításait. Ez így van. Tehát nyilvánvalóan, hogy mi az, ami jelzi az utolsó szintet a láncolatban. Tehát miért mondjuk, hogy Rabas volt az utolsó nagy kabarista? Azért, mert mi most már a tízes köröket preferáljuk, tehát a tízes forma az, amiben megéljük a kapcsolatot. Tehát így lehet leegyszerűsíteni Izraelnek a feladatát, az utolsó kapcsolata, hogy Izraelnek kommunikálni a világgal, így van. Tehát mindenek előtt nekünk össze kell kapcsolódni minden baráttal egyetlen hatalmas tízes körben, amiket majd tízes kör még jobban felosztunk. Mindent egyetlen rendszerben fogunk összekapcsolni, és tehát ez mind a tízes körökben fog megnyilvánulni. Ez egy példa a Bibliában, hogy Izrael hogyan kapcsolódik össze minden mással. Tehát annak a kérdésnek megfelelően, hogy hogyan tudunk kommunikálni ezzel a fajta bölcsességes kapcsolattal. Reméljük, hogy ebben az évben sok mindent tudunk implementálni, mert különben bajban leszünk, és nagyon nehéz helyzeteket fogunk megélni. Egyre közelebb kerülünk a végéhez a leckének. Nyilván mi lenne a napjainkban? Kérdések? Tehát mi a kabala bölcsességről beszélünk, amely el van rejtve. Tehát ez egy ilyen csodálatos mese történt az egész, ami... Amikor meg kamara bölcsességről beszélünk, akkor... Tehát a legfontosabb dolog is, hogyha nézzük ezeket a csodálatos legendákat, hát hogyan lehetséges az, hogy az ilyenfajta bölcsesség az oda jut, hogy hihetesek benne, vagy nehézsek benne, vagy hirtelen, minden, mint a kicsúszna a kezünkből. Tehát itt van valami, amit nem teljesen értünk még. Ez igaz. Ezért nekünk arra van szükségünk, hogy közelebb kerüljünk Izraelhez, a kapcsolat bölcsessége által, és nem csak a kabala bölcsessége által. Ez ugyanaz a dolog egyébként. Tehát nem kell itt nagy dolgokat megváltoztatni, csak a név, és pszichológiailag meg tudjuk adni azt a lehetőséget, hogy a név ne zárja be azonnal a fülüket. De mi a kabala bölcsessége a nyelvezet nélkül? Hogy lehet ezt átadni a kabala nyelvezete nélkül? Amire szükségetek van, az a kapcsolat bölcsessége. Azáltal, hogy összekapcsolódtok egy jó kapcsolatba, ami a mindenki egyenlő, mindenki aláveti a másikat magát, mindenki segíti a másikat, egész Izrael baráttá válik. És ennek megfelelően eljutunk egy állapotba, ahol egy új közösséget építünk, amely egy erős közösség lett, egy sikeres közösség. És akkor megérzem, kiérzemeljük majd felülről a bőséget, és akkor a csökkenni fog a távolság az embereknek a kabala bölcsességétől. Tehát, persze a kabala is erről beszél, ezt értjük, de nem mi adjuk át a kabala bölcsességét neki. Aki tanulnak arra, akinek ez úgy gondolja, hogy jó, ezt hívjuk az igazság tórájának, és az a tudás, amit ilyen szempontból meg tudnak ragadni, nyilvánvalóan
Fontos, de ha nem így történne, tehát ez mind azért jön, hogy mindent egyesíteni tudjunk, és akkor ezáltal egy erő jelenik meg köztünk, egy olyan erő, amit senki nem képes egyébként kezelni. Tehát nekünk erőssé kell válnunk, sikeressé kell válnunk. Ez nem lehet probléma. Tehát ne próbáljunk meg olyasmit mondani, amit nem is akarnak soha időségre meghallani. Oké, de mit jelent az, hogy amikor beszélünk velük, akkor nem csak, hogy közelbe akarunk kerülni hozzájuk, hanem a láncolatot akarjuk kiépíteni. Ez pontosan azt jelenti, hogy mi olyan módon kapcsoljunk hozzájuk, hogy nekik megvan a törésből a resimójuk, ugye, és ezek a resimók, ezek elkezdenek felébredni, egészen addig, amíg nem kezdje mindenki érezni a reformáló fényt is ebből, hogy ez működik rajtuk, és megjelenik egy szándék, amely valóban a spiritusra vágyik. Tehát ezt majd érezni fogják. Ez nem fekete vagy fehér, hanem ennél sokkal bonyolultabb. Tehát nagyon sok dolog jelenik meg egyben, ebben. És akkor ezzel befejezzük a leckét.